Ukrajna informális koalíciót kötött augusztus 22-én több európai állammal, közölte az Interfax Ukrajna. Az egyességgel az Ukrajna melletti nemzetközi támogatást akarják erősíteni. A koalíciót Kijev kezdeményezte. A szövetség tagja Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia és Szlovákia is, akiknek állam és kormányfői tanácsadói hétfőn Kievbe látogattak. Az ukrán fővárosban André Jermák, az elnöki hivatal vezetője fogadta a diplomatákat. A találkozó során elsősorban biztonsági kérdésekben egyeztettek a felek, de a szankciókról és Ukrajna jövőbeli biztonsági garantálásáról is tárgyaltak. A tisztségviselő ők havonta videokonferencián fogják megvitatni a felmerülő problémákat. Ukrajna szeretné, ha a kezdeményezéshez több ország csatlakozna. Ukrajnának a nyugati országok sürgő segítségére van szüksége a megsemmisült létfontosságú infrastruktúra helyreállításához. Ez a támogatási összeg 17 milliárd dollár tesz ki, jelentette ki kedden André Szibiha. Az elnöki hivatal vezetőjének külpolitikáért és stratégiai partnerségért felelős helyettese szerint ennek a gyors helyreállítási tervnek a részeként Észtország egy iskola helyreállítására vállalkozott Zsitomír megyében, körülbelül 2 millió dollár értékben. Hollandia több mint 65 millió eurós segélyt nyújt Ukrajnának az orosz agresszió által érintett régiók újjáépítésének megkezdéséhez jelentette ki Liszt és Reinemacher holland külkereskedelmi és fejlesztési miniszter Kijevben tett látogatása során. Az összegből hidak, gátak és kórházak épülnek. A pénzt az ukrán kis- és középvállalkozások támogatására is fordítják majd, mondta a miniszter. Hollandia 1 millió eurót biztosít Herson, Odessa és Mikolai újjáépítését szolgáló kiemelt projektek támogatására. Emellett a holland kormány 10 millió eurót különít el aknamentesítésre és a robbanószerek felszámolására azokon a területeken, ahol aktív harci cselekmények zajlottak. Orosz katonák tüzet nyitottak az aporizsai hőerőmű közelében, aminek következtében az előzetes információk szerint egy civil lakos életét vesztette, egy másik pedig megsérült. Hozta nyilvánosságra hétfőn Mitro Orlov, Enerhodár polgármestere. Az oroszok egy személygépkocsira nyitottak tüzet. A provokációért az ukrán hadsereget próbálják felelőssé tenni, mondta az orosz megszállás alá került város vezetője. A hétfőn aknavetővel végrehajtott támadásban megrongálódott a távfűtés központi elosztópontja a városban. A helyreállítási munkálatok várhatóan néhány napig eltartanak. Oroszország folytatja az erődemonstrációt Ukrajna északi határainál. A Bryanszki és a Kurszki régiókba vonta a nyugati katonai körzetének több egységét derült ki az ukrán vezérkar hétfő esti helyzet jelentéséből. Az elmúlt napban az orosz erők ismét lőtték Ukrajna északi részén Csernyi hív és Szumi megyét. Az orosz csapatok továbbra is a Donetsk területe feletti teljes ellenőrzés megteremtésére Herszó megye elfoglalt területeinek a Harkivi, a Zaporizsai és a Mikolaivi régiók egy részének megtartására törekednek. Folytatódnak a légi és a rakétacsapások ukrajnai civil célpontok ellen, tette hozzá a kievi katonai vezetés. Ukrajna ellen indított háborúja miatt Oroszország a jövőben nem adhat otthont forma egyes versenynek, jelentette ki az Autós Gyorsasági Világbajnokság vezérigazgatója, Stefano Domenicali, a sportbilnek nyilatkozva. Eddig 2014 óta évente rendeztek nagy díjat Szocsiban, és azt tervezték, hogy jövőre Szentpétervára költöztetik át a viadalt. Az ukrajnai konfliktus kiváltotta átfogó szankciók részeként azonban az idei orosz nagy díjat rölték a versenynaptárból. A Grand Prix szervezőivel kötött szerződést pedig nem sokkal a háború kirobbanása után felbontották. A világsportja rendkívül túlpolitizált. Dominikáli szavait is így kell értelmezni. Amit mondott, annak kifejezetten politikai felhangja van, és semmi köze a sportág valódi szellemiségéhez. Jelentette ki a TASZ orosz hírügynökségnek a verseny promótere Alexei Tjitov.